Az interpellációkat és tájékoztatókat követően a Gyulai-Várfürdő első 8 hónapjáról szóló beszámolót hallgatta meg a Városi Képviselőtestület csütörtöki ülésén. A főnapirendek között elfogadták a város turisztikai fejlesztési stratégiáját, amely a közép- és hosszú távú terveket fogalmazta meg. Szó volt a város jövő évi költségvetési koncepciójáról, mely az eddigiekhez hasonló takarékos és stabil büdzsét irányoz elő. Több témában is interpellált Balogh Lajos képviselő, többek között a régi temető, a Kerecsényi, a Mikeskelemen, az Erdélyi Sándor és a Tomcsányi utcai kereszteződéssel kapcsolatban. Itt eléggé megkopott a felfestett jeleknek a láthatósága az út felszínén. Itt arra kértem a várost, hogy újra fessék fel. Ez azért fontos, mert a Dobozi út irányába, hogy a Kerecsényi utcán jönnek, nagyon sokan rövidítik a kanyart és gépkocsival a belső íven jönnek. Kértem azt, hogy itt fessenek fel egy szaggatott elválasztó vonalat és az út szélét is egy folyamatos vonalra jelöljék meg, hogy a biciklisek és a gépkocsival közlekedők ne okozzanak egymásnak kellemetlenséget, amikor egy időben odaérkeznek. Szalai György képviselő a Tiborcz utcai parkolási problémákkal kapcsolatban interpellált, valamint a közterületekre lehulló falevelek elszállítása ügyében fogalmazta meg kérdését. Kérdeztem, hogy mi a megoldás erre az időszakra, főleg a közterületeken lehullott leveleknek az elszállításával. A választ azt kaptam, hogy van rá lehetőség, hogy lakosság, aki hivatalosan fizeti a zöld kuka elszállítását is, mellé tudja tenni azt a egyéb tároló edényben azt a komposzt levelet, amit el fognak vinni, de természetesen ezt telefonon jelezik el a köztisztasági hivatalnak, tehát bízok benne, hogy ez így is fog működni. Kétségkívül az egyik legfontosabb kérdés a helyi adókról szóló napirend volt. Az elmúlt 15 évben nem volt Gyulán érdemi adóemelés, és a költségvetést is úgy próbálta egyenesbe hozni a városvezetés, hogy a lakosságot ez ne terhelje. 2016-tól azonban már szükség van ezekre a bevételekre a stabil működés érdekében. A lakossági kommunális adót az eddigi 3000-ről 4000-re emelik, a komfort nélküli lakásoknál pedig 1500-ról 2000-re. Szintén változik az iparűzési adó mértéke is. A vállalkozás szférában az iparűzési adó egy meghatározó adóbevétel, ahol eddig a 2,5 millió forint adóalappal rendelkező vállalkozások adómentességet élveztek. Számításokat végeztünk, hogy hogyan tudnánk több vállalkozást a közterviselésbe bevonni. Több megoldásnál megnézték a munkatársaim, hogy mennyi bevétel növekedéssel járna, hogyha lejjebb szállítanánk ezt a határt, és hány vállalkozást érintene. Az optimális megoldás végül az lett, hogy 1 millió forintban határozzuk meg az adómentességet, az adóalap nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor továbbra is adómentességet élveznek a gyulai vállalkozások. Emelkedik az idegenforgalmi adó is 380 forintról 450-re. Az ebből befolyó összeget a város teljes egészében a turisztikai KFT-nek utalja át, így ez visszaforog a város marketingbe. Szó volt még egy új gépjármű beszerzésről, egy busz megálló áthelyezésről, és zárt ülésen a Burza Hungarika ösztöndíj pályázat elbírálásáról is.